Kedves vendégeim! A Budafok Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola intézményvezetőjeként szeretettel köszöntöm Önöket a Tánc Varázsa című balett gálánkon. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem körünkben Arató László címzetes igazgató urat, aki az előző 15 évben vitte vállán az iskola vezetését. Nagy szeretettel köszöntöm Kovács Bodó Zsuzsanna tanárnőt, aki művészeti iskolának 26 évig volt balettanára, igen sok növendék fordult meg a kezei közt, és számos gálaműsor készített ez alatt az idő alatt. Szeretnék köszönetet mondani a Klauzál háznak, hogy lehetővé tették nekünk ennek a gálaműsornak a megrendezését, és ilyen színvonalú helyet biztosítottak számunkra. Friedrich Nietzsche, német filozófus szerint: minden nap, amelyen legalább egyszer nem táncoltunk, egy elvesztegetett nap. Látva a színfalak mögötti készülődést, biztosan állíthatom, hogy a mai nap nem ilyen lesz. Egy tánciskola honlapján olvastam: a balett maga a kecsesség. Egy kifinomult, lágy, kecses mozgásforma, amely a szépséget és a tisztaságot képviseli. Ez a szépség és a tisztaság fog a mai este körbelengeni minket. A mostani balettgála kiemelkedő jelentőségű intézményünk életében több okból is. 3 évvel ezelőtt, 2019. májusában tudtuk utoljára megrendezni ezt az előadást. A pandémia előtt minden tanév végén sor került a balett tanszak záró alkalmára, viszont erre 3 éve nem volt lehetőségünk. Nagyon örülünk, hogy ismét itt lehetünk. A mai estén 4 csoportban 50 növendék fog fellépni, akik hosszú ideje készültek erre az alkalomra. A növendékek majdnem fele még sohasem vehetett részt ezen a gálaműsoron, ez az első szereplésük. A harmadik ok némileg személyes, először köszönhetem én is Önöket a gálaműsoron. Próbáltam megtudakolni a fellépő növendékektől, hogy miért szeretnek balettra járni. A válaszok közül idéznék néhányat. Kikapcsolódás egy hosszú nap után. Pihenést jelent számomra. Ellazít. Barátokat lehet szerezni. Jó a közösség. Kiskorom óta szeretek balettozni, a részemmé vált. Megkomolyít. A táncolás nagyon jót tesz az embernek. Az egész életedet meg fogja segíteni. A balett, a sport és a művészet keveréke. Nagyon elegáns tánc a balett. Én egyszerűen csak Eszter nénit szeretem. És ezzel szeretném Önöknek bemutatni ennek az estének a megalkotóját, balettmesterét, Eszter nénit. Baranyai né, Paksa Eszter 2021 őszén vette át a balettanszak vezetését a nyugdíjba vonuló Kovács Bodó Zsuzsa tanárnőtől. Ez az első tanéve tehát itt nálunk, és ez az első gálaműsora. Amikor elkezdett itt dolgozni iskolánkban, biztattam, hogy a klasszikus balett mellett a könnyedebb stílusok felé is bátran tekintsen ki, hiszen a mai generáció számára talán közelebb áll, talán élvezetesebb lehet egy ismertebb mai zenére mozogni. Eszter néni ezt komolyan vette, és már ezen a gálaműsoron is látni és hallani fogjuk, hogy a klasszikus balett zenék mellett újdonságok is meg fognak jelenni. Kérem, engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Baranyainé Paksa Esztert, a Budafok Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola balett tanárát.
szépen köszönöm, de amikor olyan szépeket mondott, hogy én egy elérzékenyülős típus vagyok, tudok beszélni, ezt tudják a gyerekek is, de ilyen helyzetekben szeretek háttérbe vonulni és hátadni nekik a terepet. Eztől függetlenül nagyon köszönöm az intézményvezető asszonynak a szavakat, minden egyes kollégának, dolgozónak azt, hogy engem befogadtak, hogy ma eljöttek. Zsuzsa nénit én is külön köszöntöm, Kovács Bódó Zsuzsa nénit, és örömteli, egészséges, nyugdíjas éveket kívánok neki. És az az igazság, hogy én is terveztem beszédet, de tényleg Anikó annyira szépen összefoglalta itt a dolgokat, hogy én átadnám a terepet. Azért tartottam csak fontosnak, hogy néha megmutatkozzak, mert sajnos a járványhelyzet miatt van, akinek nem tudtam személyesen bemutatkozni. Így úgy gondoltam, hogy eleve most már erre lehetőségem nyílik, akkor szerettem volna megjelenni, nem csak az ajtóba, futólag, tréning ruhába, hogy én foglalkozom a gyerekekkel, őszóta is reméljük, hogy ez a helyzet nem tér vissza, és több személyes találkozásunk is lesz most már, nem csak levelezés. Igazából egy nagyon szép idézetet hoztam én is mára, mert ez nagyjából mindent összefoglal, amit én is érzek a táncinán. Seregi Lászlót szeretném idézni, egyik legismertebb magyar koreográfusunkat. A tánc gyógyír, a tánc boldogság, a tánc fiatalság, a tánc az élet. Öröm a gyerekekkel minden egyes perc, és csak egy személyes gondolatot engedjen meg a közönség, hogy nekem mindig nagy öröm, mikor a szüleimet köszönhetem a sorok között, meg a családomat. Úgyhogy érezzétek, érezzék jól magukat, és egy nagyon pici bevezetőt mondanék itt sorrendben. Anikó azt is elmondta, hogy 4 csoportban dolgozunk, 50 gyermekkel, és remélhetőleg mindenkihez jutott a meghívóból, abban egyébként a műsor is olvasható. Egy keringővel fogunk kezdeni, az alapfok 5.-6. osztály fogja megnyitni a műsort, majd a legkisebbek jönnek a Mesevilág című koreográfiával. Ez egyébként a harmónia keringő után pont egy hasonló stílusú zene lesz, majd egy szóló következik. Sitku Blanka, továbbképzős növendékünk fogja szólóban táncolni ezt a koreográfiát, tehát Álom a címe. Majd pedig egy kicsit vidámabb koreográfia következik, ez pedig az alapfok 3. osztály fogja táncolni egy kis játék címmel. Közben még visszatérek. Fogadjátok szeretettel a gyerekeket. Köszönöm szépen! Thank you.
Áramlás című tánc improvizációt táncolta a négy lány. Azt hiszem, hogy gyönyörűen, én legalábbis nagyon meghatottam, és egy csomó emlék egyébként. Előjött nagyon picikor, ott tanítom őket, bocsánat. Utána egy csodálatos csapat következett a továbbképzősök. Azért ez a címe a koreográfiának, hogy rendhagyó balettóra, mert sajnos decemberben nem tudtunk ilyet órát tartani, és mi gondoltuk, hogy ők már egy olyan szintet tudnak produkálni, hogy abból is mutatnánk egy részletet, és nagyon készültek a lányok a decemberre. Most itt tudtuk ezt is bemutatni, ezért kapta ezt a címet, hogy rendhagyó balettóra. A következő két szám az egy érdekes ötlet volt a részemről, és már régóta terveztem, csak nem volt lehetőségem megvalósítani. Az első az az, hogy egy csodálatos kolléganőt kaptam, Madács Miroszlava nevében, és Mira néninek szeretnék egy tapsot kérni, aki, ha minden igaz, már a zongoránál ül. Nagyon szeretném innen is üzenem neki, hogy ugyan nagyon szerény, de legyen kedves majd a gyerekekkel a végén meghajolni. Nekem ő a jobb kezem, mindenben számíthatok rá, és megkértem, hogy a mai napon az alapfok harmadik osztály polkáját legyen kedves kísérni, és egy Rachmaninovot fog játszani, a lányok erre fognak táncolni. A következő örök emlék címmel az végképp egy nagyon személyes dolog. Most azt hiszem, hogy meglepetést fogok okozni. Egy omega szám fog utána következni, a gyöngyhajú lány. Ezt egyben édesapámnak is küldöm, akivel együtt ünnepeljük a születésnapunkat. És ami nagyon különleges benne, hogy itt anya, apa és gyermek fog a színpadon közreműködni. Anya énekel, apa zongorázik, Janka pedig táncolni fog. És egy csodálatos zenekar mellé jött. Engem is meglepett András vele. Nem is volt könnyű az alkotás, mert egy olyan feldolgozás született a részéről, hogy tényleg azt kérem mindenkitől, hogy ezt nagyon nagy tapsal jutalmazza. Tehát jön a Polka Móka és az örök emlék. Köszönöm szépen!
Egyik is tündérke azért áll mellettem, mert gondoltam, ha már olyan csodásan ül a meghívó székén, akkor bemutatom Sárit, mert hogy a élő modellünk van. Egy tapsot kérnék neki, az egész család rászánta a hétvégi fotózással. Hogy megörökítsék Sárit és megtessenek el.
Kaszásnék a kolléganőm a meghívó elejére, amit hálásan köszönöm. Ezzel egyébként megint egy álmom már felolom, hogy neked is nagyon köszönöm, Sári. És az ő produkció színe nyilván a tütő színéből esetleg lehetett sejteni, amikor kisüt a nap. Hát egyébként velük mindig kisüt a nap. A következő két szám, az egyik egy kicsit modernebb stílus lesz, címe Lélektől lélekig. Igazából pedagógusként soha nem gondoltam, hogy lesz olyan, hogy valamire azt mondom, hogy kedvenc koreográfia, és jó 20 év után eljutottam oda, hogy valamiért ez nagyon megérint, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez hasonlóképpen a közönséget és az alapfok 6., 5., 6. évfolyam fogja táncolni. Utána egy versenyprodukció következik, Rózsák a szélben címmel, melyet 4 nagylány a továbbképzőről táncol majd, és ők ezzel a 18. Bercik Sára emlékversenyen első helyezést értek el. A nevüket majd be fogom mondani, mert élnék a lehetőséggel, hogy az érmek másolatát és az oklevél másolatát itt a színpadon szeretném majd nekik átadni. Fogadjátok őket is szeretettel. Köszönöm. Thank you.
klasszikus koreográfia következik megint, a címe Képzeld el, és ezután ismét a nagylányok térnek vissza a színpadra, immár a teljes létszám, ott a koreográfia címe Csak az idő. Ezután a közös meghajlása finálé következik, itt minden csoport feljön a színpadra és meghajol. Bízom benne, hogy a picikéink is, úgyhogy biztassátok majd őket sok-sok tapsal, és akkor biztos rájönnek, hogy ez a meghajlás része lesz. Illetve nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ezen a mai esten velünk tartott. Tényleg még egyszer köszönöm az iskolának, hogy befogadott, a kollégáknak, a dolgozóknak, a ház összes itt dolgozójának a Klauzálházban is, és nem tudom, hogy a zenekarból valaki van-e még itt, vagy futottak tovább dolgozni, de nekik is nagyon köszönöm a közreműködést kolléganőmnek, Mira néninek, és egyáltalán a kedves szülőknek, hogy bizalmat szavaztak nekem, és nagyon-nagyon-nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Egyébként az oktatás az folytatódik, tehát a gálánk viszonylag korán van, de a gyerekeknek még termi órái lesznek. Köszönök szépen mindent!